Többek között jogosítványra, tandíjra és nyaralásra gyűjtenek azok a diákok, akik nyáron munkát vállalnak. Nem csak nekik, hanem a munkáltatóknak is jó lehetőség a 16 és 25 év közötti tanulók foglalkoztatása. Hiszen a vármegyei kormányhivatal, valamint a járási hivatal 75%-ban támogatja a diákok munkabérét a nyári diákmunka 2024 munkaerőpiaci programban. A diákok az önkormányzatoknál a mezőgazdaság, a vendéglátás és a turizmus területén vállalhatnak munkát. A csónakázó tóhoz igyekszik ez a tanuló. Pihenés helyett azonban dolgozni, ő is a barlangfürdő egyik alkalmazottja, igaz csak a szünidőben. A Diákmunka 2024 programban idén-nyáron több mint 50 fiatal dolgozik a miskolci fürdőkben. A barlangfürdő belső terét takarítja Budai Dalma Alexa. Először dolgozik nyári diákmunkásként. Elmondta, nem csak a fizetés miatt tartotta jó lehetőségnek a munkát. Tapasztalatot szerzel, és megismersz több munkágat, akkor is, hogyha nem ilyen körben szeretnél elhelyezkedni, mert értékelni tudod a mások munkáját, és amikor legközelebb például vendégként jössz ide, akkor körültekintőbben fogsz figyelni arra, hogy te is fenntartsd mondjuk a rendet. A diákok több pozíciót is betölthetnek életkortól és képzettségtől függően. Még a munka megkezdése előtt osztották be őket a barlangfürdőbe, az Ellipsum élményfürdőbe, vagy a Selyemréti strandfürdőbe dolgozni. Ezek a diákok elsősorban udvari munkát, takarítói feladatokat látnak el, néhányan pultospénztárosi feladatokat látnak majd el, és van, aki egyébként konyhai kisegítőként fog dolgozni. A kormányhivatal szerint a diákok nem csak Miskolcon, de a vármegyében is sok nyári munka lehetőség közül választhatnak. Bárhol lehet rá jelentkezni, elsősorban települési területi önkormányzatok, de a mezőgazdaságban turizmus, vendéglátás, illetve idejévtől kezdődően az erdőgazdálkodási tevékenységet folytató munkáltatók is jelentkezhetnek, foglalkoztathatnak nyári diák munka keretében tanulókat. A vármegyében csaknem 540 millió forintból több mint 2600, a miskolci járásban pedig több mint 900 diák bértámogatását biztosítja a kormány. A tanulók a nyári diákmunkaprogramban augusztus 31-ig dolgozhatnak.